Mézes Tamás vállalkozó jelentős általa összegyűjtött adományt adott át a Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportjának. Az SKF bolt vezetője felhívással fordult a közösségi oldalán barátai, ismerősei felé, hogy karácsonyra ruhaadományt és játékot gyűjtene a máltaisoknak, hogy rászoruló családok részesülhessenek így karácsonykor támogatásban. Az a felajánlás igazából részünkről, ez érelőd bennem, hogy itt ez a szerencsétlen 2020-as év nem úgy alakult itt senkinek sem, és egy hónapja jött ez az ötlet, hogy olyan adományokat gyűjtsünk rászoruló családoknak, akiknek tényleg szükségük van rá. Facebookon lett egy ilyen bejegyzésem, igazából 3 héttel ezelőtt tettem ezt közzé, és hiszen elég hamar, elég sok adomány összegyűlt. Nagyon sok olyan csomag jött, ami már be van csomagolva, vagy esetleg még egy kis munkára szorul itt a szeretetszolgálat munkatársainál, de így van is, és ez a legnagyobb dolog, hogy bárki, aki ebbe beletett bármit, az érezze majd ennek a dolognak a súlyát, hogy a következőben is esetleg tudjon bármilyen formában segíteni. A több mázsa, ruhaadományt, játékokat, élelmiszert, konyhai eszközöket is tartalmazó felajánlások Debrecenből, Bucsáról, Kisújszállásról, Szolnokról, Budapestről, Sziget-Szentmiklósról és Karcagról érkeztek. Az ország több pontjáról, több megyéből, itt Hajdú-Bihar megyéből, Debrecenből nagyon sok helyről jött, ismerősök, barátok által, Szolnokról, Pest megyéből jött több helyről is valaki portaképpen, a postán is feladott csomagot emiatt a esemény miatt, úgyhogy de elég sok játék és olyan egyéb eszköz érkezett be, aminek úgy gondolom, hogy nagyon nagy hasznát vehetik. A vállalkozó megígérte a jövő évi gyermeknapra, májusban hasonló akciót hirdet meg barátai, ismerősei körében. Ez volt a második ilyen volumenű adománygyűjtés a részünkről. Nagyon bizony nem az utolsó, majd ugye lesz még itt gyereknap májusban, én úgy gondolom azt meg lehet így akár célozni. Ha hasonló mennyiségű anyag összegyűl úgymond, akkor úgy gondolom, hogy ez már megérte, és ezt nyilván itt a beletett energiaidő, ami jelen esetben legkevesebb nekünk itt a mindennapokban, ez a legkevesebb, ezt meg tudtuk tenni. Úgy gondolom, hogy lehet ezt folytatni, és kell is folytatni, én úgy gondolom, hogy tényleg jó adni, és én úgy gondolom itt a mögöttem lévő mennyiségű, nem is gondoltam, hogy ennyi össze fog gyűlni, és a pakolásnál igen, csak nekem is kikerekedt a szemem, de bízom benne, hogy akár egy hagyományt is lehet ezt teremteni, nem csak nekem, hanem egyéb más olyan karcagi, vagy bármilyen állampolgár, akinek van egy kis lehetősége, én úgy gondolom, ez az egyik legfontosabb szó itt ebbe. Itt ugye összeszervezni, kipakolni, még el kell jutatni még ezt itt a megfelelő helyre is. De nagyon jó érzés, úgy gondolom, hogy úgymond átadni ezt a temérdek dolgot, és bízom benne, hogy tényleg jó helyre fog kerülni. És még annyit hagyd köszönjek meg az összes felajánlónak, bármit is tett hozzá, vagy segített benne, hogy nem tudom mindenkinek megköszönni nyilván, illetve személyesen átadni ezeket a dolgokat. Ez már tényleg egy lehetetlen küldetés, de úgy gondolom, hogy nagyon köszönjük tényleg még egyszer, és a következő gyűjtéssel pedig majd időbe szólok mindenkinek. A jelentős adományt Kovács Mária, a karcagi csoport vezetője vette át, és köszönte meg a vállalkozóknak és minden segítőknek. Nagy-nagy köszönet és hála Mézes Tamás Kft.-jének ezért a sok-sok adományért, és hogy stílusosan mondjam, hogy adni jó, adni öröm, és úgy gondolom, hogy ezt az érzést így karácsonykor mindenki átéli. Mi meg nagyon köszönjük a bizalmat, hogy szervezetünknek adta ezt a feladatot, ezt a hálás-hálátlan feladatot, hogy a rászorulókhoz juttassuk el. Mi igyekszünk ennek maximálisan eleget tenni. Karcag és vonzás körzetében fogjuk ezeket az adományokat szétosztani. Hátrányos helyzetű családok részére, egyedül élő kisnyugdíjasok, valamint fogyatékos gyerekeket nevelő családok részére. Arról is szólt, hogy az elmúlt hetekben a helyi nagy élelmiszerüzletekben is gyűjtöttek adományt, a rád is számít egy másik család, és az adni öröm akciókkal. Tartós élelmiszereket, játékokat, ruha adományokat, melyel szintén szervezetünket bízzák meg a adományok kiosztásához, és nekik is nagy-nagy köszönet és hála, és a bizalomért, hogy méltónak, illetve
alkalmasnak tartanak erre a feladatra, mi igyekszünk ennek maximálisan megfelelni. Illetve szeretnék még itt szólni két tartós élelmiszer gyűjtésünkről. Az egyik november végén történt két karcagi nagy bevásárlóközpontban. Nagyon jól sikerült, közel 250 tartós élelmiszercsomagot tudtunk elkészíteni, aminek a eljuttatása folyamatban van még karácsony előtt, hogy mindenkinek szebb legyen a karácsonya.